A közép-afrikai Ugandában foglalkozott szomáliai katonák kiképzésével 4 magyar katona. Az Európai Unió által vezetett békemisszióban dolgoztak, fél éves volt ez a küldetés. Szomáliában évtizedek óta véres belháborúk dúlnak. Itt ül a stúdióban Gyarmati Péter, biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Kezdjük azzal, hogy a szomáliai konfliktus lényegét mondja el, legyen szíves. Aztán kitérünk majd arra is, hogy miért van szükség a szomszédos országban létrehozni a békemissziót. A szomáliai konfliktus egy ma már megszokottnak tekinthető konfliktus. Ugye van egy olyan része, hogy törzsi villongások, ami Afrikában, más országokban is nagyon sokszor előfordul, ami már sok száz éve így van, csak most a globalizációban tudunk róla, és nem igazán tudjuk elviselni, és nagyon helyesen megpróbáljuk megakadályozni. Úgyis hát szomáli föld függetlenné szeretne válni Szomáliától, ami szintén egy ilyen polgárháború-szerű állapotot idéz elő. Az állam nem működik, összeomlott, minden lehetőség megvan arra, hogy olyan helyzet alakuljon ki, ahol valamit tenni kell, és az egyik dolog, amit tenni lehet ilyenkor, az, hogy a nem működő államhatalmi szervezeteket, hadsereget, rendőrséget megpróbáljuk kiképezni, hogy fönn tudja tartani a rendet. Például ugye katonákat, és hát ez alapvetően egy Európai Uniós projekt. Ez az is kérdés egyébként, hogy például ez most folytatódik-e vagy sem? Hát igen, ez mindig kérdés. Ugye az a probléma, hogy ezeket a kérdéseket nem lehet egy hét, vagy egy hónap, vagy egy év alatt megoldani. Nagyon sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy beruházunk egy csomó pénzt, időt, energiát, utána eljövünk, és utána az egész kezdődik előről. Sajnos nem tanuljuk meg, hogy oda kéne csak bemenni, ahol tulajdonképpen ott tudunk, hogy ott akarunk maradni addig, amíg a probléma legalább annyira meg nem oldódik, hogy önfenntartóvá váljon az, amit szeretnénk ott elérni. Pontosan kik és milyen kiképzést kaptak ebben a békemisszióban? Teljesen laikusok voltak ezek a hát katonák, vagy civilek, vagy valamiféle katonai kiképzésen már átesett szomáliai hadsereg tagjai voltak? Is. Ugye ezekben a konfliktusokban mindig vannak olyanok, akik átesnek valami fajta idézőjelbe katonai kiképzésen, úgyhogy fognak egy pisztolyt valahol, vagy egy géppisztolyt szereznek, és azzal elkezdenek lövöldözni, és összeállnak valami fajta bandákba. Ezeket a politikusok magukévá teszik, és úgy gondolják, hogy ezek az ő eszközeik, ugyanolyan sokszor ezek gyerekek, ami egyébként a legveszélyesebb. Tehát teljesen vegyes lehet. Amit mi szeretnénk csinálni, az igazából az, hogy a hadsereg keretei között kiképezni ezeket az embereket. Szinte akárhonnan is jönnek, alapvető kérdésekre kell kiképezni őket. Még nem arra, hogy kell lőni, arra is egyébként, mert mondjuk egy géppisztolyjal lövöldözni, az más dolog, mint egy hadseregben használni egy géppisztolyt. De hát alapvető dolgokra kell kiképezni. De mik ezek az alapvető dolgok? Hát, hogy hogyan például, hogy hogyan működünk együtt, hogyan engedelmeskedünk a parancsoknak, hogyan tartjuk be, ne adj Isten, az alapvető emberi jogokat, hogy nem először lelőjük az illetőt, és utána majd beszélünk hozzá, mert akkor már felesleges beszélgetni vele. Tehát olyan dolgok, amik nálunk föl sem merülhetnek itt Európán. Volt én időszak mondjuk a kora középkorban, amikor mi is csináltunk. De ilyen értelemben sikeres egyébként ez a misszió? Tehát valahova azért eljutottak azok a hadsereg tagjai, akik hát fél éven keresztül részt vettek ebben a kiképzésben. Akiket kiképzünk, azok igen. Ott az sikeres szokott lenni. Ugye minden normális katona szeret normális katona lenni. Különösen akkor, hogyha közben kap enni, meg kap egy egyenruhát, mert ugye amikor bandatag, akkor ezt se csinálja az. Olyankor magának kell megszerezni többnyire, ezért is rabol, meg gyilkol. Hogy aztán mi lesz, mikor visszatérnek? Ugye ebből kiszakadnak, abból a viszonylag, hát ugye Ugandáról van szó, egy viszonylag kulturált környezetből, ami a kiképzés alatt nekik biztosítandó, biztosítjuk is. Elmennek azok, akik kiképezték őket, és akkor visszamennek és bekerülnek egy olyan környezetbe, amelyik esetleg nem is becsüli azt, hogy ők úgy viselkednek. Tehát mikor szembe kerülnek olyanokkal, amilyenek ők voltak, mielőtt elkezdtük kiképezni őket, nagyon könnyen abba a csábításba esnek, hogy visszaesnek a harcmodorba, úgymond, mert amit tőlünk tanultak, amit a normális körülmények között tanultak, az nem biztos, hogy nagyon hatékony azokkal szemben. Pontosabban akkor hatékony, hogyha ezt kitartóan és politikai vezetés alatt csináljuk. Jól érzékelem, hogyha ön határozhatta volna meg a szomáliai rendezést, akkor nem feltétlenül ezzel kezdte volna, hogy katonákat képeznek ki? Nekem Szomáliában és Afganisztánban és mindenhol kétségeim vannak afelől, hogy
hogy a kiképzés a legfontosabb kérdés. Én úgy gondolom, hogy a célok és a lojalitás a legfontosabb kérdés. Afganisztánban könnyen elképzelhető, hogy a saját ellenségeinket képezzük ki. Ezt látjuk is egyébként nagyon sokszor. Tehát ha ez, én ezt nagyon jónak tartok egy ilyen missziót, de ez nem párosul a politikai rendezésre irányuló többé-kevésbé sikeres elképzelésekkel és erőfeszítésekkel, akkor tulajdonképpen nagyon keveset teszünk, esetleg emeljük a konfliktus hatékonyságát. Hát Szomália esetében is előfordulhat, hogy visszamennek a kiképzett katonák, akik megtanultak fegyelmezetten viselkedni, megtanulták viselni az uniformist, és valamelyik hadúrnak a kezébe találják magukat, hogy nagyszerű, kiváló, katáló katonákat kaptunk. Igen, ugye azt szokták mondani, hogy nagyon demagóg módon, hogy Osama Bin Ladent is mi képeztük ki, ami a butaság egyébként, mert ez egy másik történelmi korszak volt, amikor jól tettük, hogy kiképeztük éppen arra, amire, de ez előfordul, hát ez nagyon sok konfliktusban előfordul. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell csinálni. Én, mert hiszen különben nem történik semmi, és maradnak ezek a törzsi háborúskodások. Én úgy gondolom, hogy ez akkor jó, és van erre, tehát próbálunk mi Szomáliában politikai rendezést is elérni, de csak akkor működik a dolog hosszabb távon, hogyha a politikai rendezés is előre halad, és akkor a katonák a politikai rendezést célzó erőfeszítéseket fogják támogatni, és nem visszamennek az előző környezetükbe. Hát illetve megint kérdés a rendezés iránya, hogy ezt lehet-e felülről intézni a politikai rendezést, anélkül, hogy mondjuk a szomáliai lakosság többsége akarja ezt a változást? Hát ezek alapvető kérdések, amiket fölvet természetesen. Ugye az is alapvető kérdés, hogy mondjuk szomáli föld függetlenségéről mit mondunk, hogy ha mi fontosabb egy az, hogy mit akarnak az emberek azon a területen, vagy az, hogy az adminisztratív határokat nem szeretjük, hogyha változtatgatják. Tehát egy csomó alapvető kérdés van, de ezek a globalizáció jellegi helyzetével és a globalizáció és a hagyományos törzsi társadalmak közötti konfliktusnak az alapvető kérdésével foglalkoznak, amiket én úgy gondolom, hogy nem lehet megoldani, igazából ezek a konfliktusok velünk lesznek az elkövetkezendő évtizedekben. Szomáliai katonákat képeztek ki magyar tisztek Ugandában egy békemisszió keretén belül. Alapvető dolgokra, a parancsok betartására, emberi jogok betartására oktatják a résztvevőket, mert sokszor ezek az egyértelmű elvárások sem világosak a törzsi összecsapásokban felnevelkedett harcosoknak. A hasonló missziók sikerének feltétele a konfliktuszónák politikai rendezése.